Az energiaválság mindenki számára, így az önkormányzatoknak és az önkormányzati fenntartású intézményeknek is komoly nehézségeket okoz. Ezek mérséklésére különböző támogatásokat biztosít az állam. Az először 10 000 fő alatti, majd később már a 10 000 fő fölötti önkormányzatok rezsitámogatása pedig a településeknek biztosít mentő mellényt. Hajdunánás is részesült a kormányzati rezsitámogatásból, melyet most a város igyekszik a leghatékonyabb módon felhasználni annak érdekében, hogy az egyes intézményeknél hosszú távon is érzékelhető rezsicsökkentést érhessen el. Bizonyára mindenki tudja, vagy legalábbis hallott róla, hogy Hajdunánás város kapott rezsitámogatást. Ezt a rezsitámogatást közfeladatot ellátó önkormányzati cégek, illetve intézmények kaphatták, ebből mi is részesültünk. Igazából megpróbáljuk okosan és arra a célra felhasználni, amire a város is kapta. Ugye a tavalyi évben nagyon nagy problémák voltak a rezsivel. Egy elég fájdalmas döntést kellett hozni, ami mindenkit érintett. A korábban már 20 éve működő távhőről le kellett válnunk, mert a mi cégünk sem tudta 15-szörösére emelt árat kifizetni. Ezért inverteres klímákkal oldottuk meg a fűtést, illetve a használati melegvizet, ami nálunk szintén egy jelentős tétel, azt elektromos kazánok vásárlásával és beüzemelésével. Ugyanakkor volt egy olyan egy hónapos időszak, amikor már a korábbi fűtésről leváltunk, az új még nem készült el. Ugye nálunk elég jelentős gőz keletkezik a főzés során, ez hajlatokban, sarkokban lecsapódott. Igazából az épület állagára rossz hatással volt. Tehát most, amikor kitavaszodott, és ugye nekünk a tavaszi szünet egy olyan időszak, amikor egy kicsit egyszerűbb az életünk, ezt kihasználva megszerveztük az épület komplett belső felújítását, tehát igazából kapott egy alapos tisztítófestést minden fal, illetve lecseréltük még a ámmennyezetnek az elemeit is, ami már amúgy is, hogy úgy mondjam, aktuális volt. Így úgy gondolom, hogy mind a gyermekek étkeztetése, mind az ide szervezett rendezvények egy jobb színvonalú teremben tudnak megvalósulni. Az épület állag megóvásán és energiahatékonyá tételén túl még új főzőüstök beszerzésére is lehetősége adódott a közétkeztetési intézménynek. A kapott támogatás másik részét egy szintén régen orvosolandó problémára fordítottuk. 4 250, illetve 300 literes főzőüstünk van. Ezek 2005 óta működnek. Igazából már most nagyon sokat kellett javításra költeni. Tavaly előtt az egyiküket már ki kellett cserélnünk, mert egyszerűen javíthatatlan lett. Most ezt a támogatás egy részét arra fordítottuk, hogy a másik 3 üstöt is kicseréljük. Így gyakorlatilag elmondható, hogy a főzőüstjeink teljesen új állapotúak, és úgy gondolom, hogy mind a hadrafoghatóság szempontjából, mind a karbantartási költségeink csökkentése szempontjából ez egy nagyon fontos lépés volt. A rezsihatékony működés utolsó lánceme a hőszivattyús fűtési rendszer kialakítása, mely a tervek szerint idén-nyáron szintén megvalósulhat. Szeretnénk kompletté tenni, és ezt a forrást teljes mértékben kihasználva megújítani az épületünk energetikáját. Keresünk még olcsóbb megoldást a fűtésre és a használati melegvízre. Elég előre haladott tárgyalásokban vagyunk hőszivattyús megoldásra. Én úgy gondolom, hogy mind az anyagi keret rendelkezésre áll, mind az elszálltság rendelkezésre áll,
és ha rajtunk múlik, akkor a nyár végéig ezt be fogjuk fejezni, és onnantól a jelenlegi költségeink durván negyedéért meg fogjuk tudni oldani ezt a két fontos feladatot.